Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj a kora délelőtti forgalomban a Berényi-Kadocsa úti kereszteződésben. Két autó ütközött össze ezen az útszakaszon. A balesetet állítólag az okozta, hogy a hibrid autó sofőrjének a szemébe sütött a nap, és emiatt úgy látta, zöldre váltott a közlekedési lámpa. A sofőr elmondása alapján belesütött a szemébe a nap, és ő zöldnek látta a kereszteződésben lévő jelzőlámpát. Azonban balról neki a Berényi úton, a Béla út irányába közlekedett egy Skoda Octavia, aminek valóban szabad volt a jelzése. Az ütközést követően a Lexus nekicsapódott a forgalomirányító jelzőlámpa szekrényének, és abban kárt okozott. A másik autó a sarkon található sörözőfalának csapódott. A helyszínelő rendőrök segítségére a tűzoltók siettek. Feladatunk a két balesetben résztvevő járműnek az áramtanítása volt. A helyszínen beszorult személy nem volt, egy fő könnyebben sérült, további tűzoltói beavatkozásra nem került sor. A balesetben a vétlen autó sofőrje könnyebben sérült, ám állapota nem indokolta, hogy kórházba szállítsák.